Pillanat. Na, üdvözlök mindenkit, én Dávid vagyok. Ebben a mai videóban viszont a címből is láthatjátok, hogy egy elég furcsa dologról lesz szó. És nem erről, meg a... hanem Majka és a... Majka és volt zenetársa Curtisről, más néven Széki Attiláról lesz a mai nap szó. Én már többször is megnéztem az Indexnek a felvételét, ahol Majka nézzétek meg ezt a részét. Elnézést a csúnya szavakért, nem szeretnék érte felelősséget vállalni. Több ember is készített ki ez a Majka és Curtis. Hogyha beírom ide az, hogy Majka. Jó, Majka. Itt van a gyúj zenéje. Itt a Majka látható, aki ez a Majka kontra Curtis, kontra Király Viktor Füttyös. Nem, ezt nem szeretném megmutatni. És itt kitalálható már megint, igen, a jó öreg Curtisünk, aki gyakorlatilag Majkától gyakorlatilag még a zene előtt vált el. Úgy mutatja az Index, de igazából az Index, vagyis hát a magyar közösség, az szerintem az gyakorlatilag ez, szerintük ez a koncert az régebben történt. Az Index szerint, pontosabban 5 napja, vagyis hát 5 nappal előbb, vagy kicsit több, mint 5 nappal előbb. Aztán, hogy a YouTube-ra, vagy internetre beírjátok az, hogy Széki, akkor ott lesz. Láthatjátok, Széki Attila, más néven Curtis, az az Újpestnek az egyik futistája. Láthatjátok zenei karrierjét, ahol éppen egy klip forgatáson, vagy szerintem egy ilyen fényképet talált. Azonban neki vannak jó dolgai is, és házas lett. Viszont vannak rossz dolgai is, méghozzá, hogy lett egy balesete, ahol kivitte a villanyoszlopot, ott a, láthatjátok itt a itt van a pirossal körbevett képe. És ott hátul láthatjátok a villanyoszlopot, ami ki van döntve. És ezt egy Volkswagen... elfelejtettem. Itt viszont azt is láthatjuk, ahogy Majkával együtt zenél. Láthatjátok, hogy ott látunk Curtis, itt meg Majka, Széki Attila, Curtis. Itt viszont éppen, hogy focizik, itt, hogy éppen egy nagy közönségem van, Lali. Tehát tudom, ez a témához, ez hogy kerül ide. Hát,
És úgy látszik, hogy egy valóságfóba is, vagy valami ilyesmiben volt. Ja, akkor... Szóval írni. Aha, vissza a YouTube-ba. Kurtiz. Másolás. Internet. Ctrl V. És baleset. Hogyha be tud Curtis baleset. Itt láthatjátok, több kép is van a Curtis. Itt az előbb mutattam a fej fölött. Itt jobban látszik a villanyoszlop. Igen, bocsánat, itt már ugye itt van a feje. Itt látható, ahogy ki van víve az egész villanyoszlop, vagy belement a kocsi. Itt többfajta... Itt láthatjátok, ahogy éppen Curtis egy Bentley-vel jár. Viszont ugye ez az egész a... Mennyi idején megy a videó? A drogokról szól. Itt látható, hogy a kivitt oszlop. Itt még a baleset is látható. Úgy láttam, ez egy másik baleset. Curtist már a rendőrség egy kocsiban tanuljunk megbeszélni, hisz már láthatjátok este. Van. Itt látható, hogy a kocsiban, a rendőrségi autóban van. És itt, ahol éppen sétál, hogy beüljön a kocsiba. Ez egy baleset miatt lehet. Szerintem ez ott a balesetnél van. És ugye... a drogokról szól. Megkérnék mindenkit, hogy... egy olyan tartalom következik, ami nem kicsiknek, nem kicsiknek való. De bár a gyerekeknek van kitalálva maga ez a... Na, azt ne nézzétek, Momo. Na ugye, na visszatérve erre, ugye ez a... Az a csatorna arra van szentelve, hogy a mi hárman, a Boti és én egy-két osztálytársammal ezt így, ugye ezzel az autóval törte össze magát. Na, de hogy arról szól, hogy gyerekeknek csinálunk tartalmat. Mindenkit megkérnék, hogy te keressen rá az internetre. Igazából itt ne, aki nem tud a drogokról, az ne kérdezze meg a szüleit, majd 18 év után, vagy a tudja, akkor megkérem, hogy ne használja, mert ez egy nagyon csúnya dolog. Én sem drogozom, de elég sok mindent tudok róla. Nem vagyok valami szakértő. Mori. Mari, Anna. Mari, Anna. Igen, ezt termeszteni lehet ezt a növényt, amit semmilyenképp nem ajánlok senkinek. És van egy-két hatás. De most ettől az aljas szertől lett Curtis barátunk, Széki Attilánk. Széki Attilánk ezért lett kedves